első világháború két szempontból is az osztrák-magyar kitüntetési rendszernek a kiteljesedését hozta. Egyrészt már a háború elején kiderült, hogy nagyon kevés fajta kitüntetés áll rendelkezésre arra, hogy azt a nagy mennyiségű haditettet, illetve azt a rengeteg katonát, akik ezeket véghez vitték, elismerjék, ezeket díjazzák. Másrészt pedig ez a kitüntetési rendszer, ami az első világháború során kiterebélyesedett, ez végül is a monarchia végső kitüntetési rendszere lett. Nagyon fontos az, hogy az első világháborúban, mint ahogy a korábbi évszázadokban, évtizedekben, az osztrák-magyar kitüntetési rendszerben külön voltak tiszti és külön voltak legénységi kitüntetések. Ezen kívül pedig voltak olyan általános elismerések, amiket rendfokozatra való tekintet nélkül megkaphattak a katonák. Mindkét csoport tovább bővült az első világháborúban, éppen azért, mert nagyon nagy számban vonultak hadba, és nagyon hosszú ideig harcoltak a katonák, 1914 és 18 között ugye majdnem 5 évig. A tiszti kitüntetések közül valószínűleg mindenki számára a legismertebb a Mária Terézia rend, amelyet 1757-ben alapított Mária Terézia, és tiszti elismerésként szolgált, ez volt a legrangosabb elismerése a monarchiának. Amit mindenképp el kell mondani a Mária Terézia rendről, az az, hogy ezt nem felterjesztés alapján adományozták, hanem a haditett végrehajtójának saját magának kellett folyamodni, hogy ezt a kitüntetést megkapja. A haditettét több tanúnak kellett igazolni, és egy rendi káptalan döntött arról, hogy a kitüntetést megkapja az illető. Több száz személy kapta meg végül is ennek a kitüntetésnek a három fokozatát. Nagy kereszt, parancsnoki kereszt és lovak kereszt volt egyébként ez a három fokozat. A Mária Terézia rend esetében, de egyébként más kitüntetéseknél is akár nagyon fontos volt a kezdeményező készség, az esetlegesen váratlan, akár a parancs bevárása nélkül véghez vitt, vagy akár a parancs ellenére saját döntésből véghez vitt haditettek. Nagyon fontos, hogy nem a parancs megszegését díjazták a kitüntetéssel, de sokszor nem volt lehetőség összeköttetés hiány vagy egyéb más okokból arra, hogy bevárjanak egy parancsot, és akkor önálló kezdeményezésből vittek véghez olyan haditetteket, amelyek befolyásolták egy-egy ütközet csata kimenetelét. Ami a tiszteknél a Mária Terézia rend volt, az volt a legénységnél az aranyvitézségi érem, ez volt a legmagasabb legénységi elismerés. Ez is hosszú múltra tekintett vissza, 1789-ben alapította II. Józseffal az arany és ezüst vitézségi érmet. Ez később tovább bővült ez a család, tehát a úgynevezett nagy ezüst mellé a kis ezüst vitézségi érmet is megalapították 1848-ban, és éppen az első világháború hozta el az legalacsonyabb fokozat, a bronz vitézségi érem megalapítását, erre már 1915 tavaszán sor került. Többek között azért, mert olyan mennyiségű haditettet kellett, és olyan esetleg kevésbé kiemelkedő, de azért díjazandó haditettet kellett elismerni, hogy kevésnek bizonyult a három fokozat a vitézségi éremnek. A külalakjukban is megváltoztak az első világháború alatt a kitüntetések. Számos olyan kitüntetést, amelyeket békeidőben a megszokott formájukban nyerhettek el akár civilek, akár katonák, azokat némiképp megváltoztatott külalakkal, úgynevezett hadiszalagon vagy hadidíszítmény elékesítve kifejezetten harctéri érdemekért adományoztak. 1916-ban szintén egy önálló kitüntetést hoztak létre, az úgynevezett polgári hadi érdemkeresztet, azok számára, akik a hátországban folytatott tevékenységgel támogatták a háború folytatását, dolgozhattak az oktatásban, közigazgatásban, hadiiparban, postaszolgálatnál, tehát ezek mind olyan területek voltak, amelyek közvetlenül vagy közvetve is akár szolgálták a háború sikerét, illetve a csapatok küzdelmének a sikerét. Néhány tömegesen adományozott kitüntetés, ami rendfokozatra való tekintet nélkül került odaítélésre, szintén ebben az időszakban született meg. Ilyen volt a Károly csapatkereszt, ami a háború egyik legkiemelkedőbb szimbólumává vált. Ez ugyanis az első vonalban teljesített szolgálatot jelképezte, és mindenki megkaphatta, aki 12 heti frontszolgálatot teljesített az első vonalban. Ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, ezt nem is kell külön hangsúlyozni.
Éppen ezért mindenki nagyon büszke volt erre a kitüntetésre, és tábornok, valamint közlegény ugyanabban a formában viselhette. Nem véletlen, hogy a háború után ezt a tűzharcos, illetve korábban frontharcosnak nevezett szövetség is jelképéül választotta. Sőt, 1938-ban, amikor meghozták a tűzharcos törvényt, ami az első világháborúban frontszolgálatot teljesített személyeknek különböző kedvezményeket és társadalmi előjogokat biztosított, akkor annak a törvénynek is a sarkalatos pontja az volt, hogy ezzel a kitüntetéssel az illetőnek rendelkeznie kellett. A másik tömeges kitüntetés az a sebesültek érme volt, ezt már kifejezetten későn, 1918-ban alapította az uralkodó. Ezt értelemszerűen azok kapták, akik sebesülést szenvedtek a harcok közben. Ennek a kitüntetésnek a szalagján annyi vörös csík szerepelt, ahányszor megsebesült az illető. És hát ez is egy nagy presztízsű kitüntetés volt tulajdonképpen, hiszen csak azt kaphatta meg, aki tényleg a vérét hullatta a harctéren. Egy másik külalakbeli újdonság a háború során az a kardékítmény bevezetése volt. Ez azért lehet érdekes a nagy közönség számára, mert bizonyára sok családban ma is megtalálhatóak olyan kitüntetések, amelyeknek a szalagjára két keresztbe fektetett kard ékítmény van helyezve. 1917 elejétől kezdve kardokkal vagy kardok nélkül is meg lehetett kapni egy kitüntetést. Aki kardokkal kapta, az gyakorlatilag közelharcban személyes bátorsággal véghez vitt cselekedetért kapta. Cseregében 1908-ban vezetik be az úgynevezett csukaszürke tábori ruházatot. Igazából maga a csukaszürke szín az nem volt újdonság, hiszen a monarchia egyes alakulatai, például utászok vagy a landwehr már régebb óta használt egy ehhez hasonlatos színt. Most azonban úgy találták, hogy ez az összhaderőnek, mint általános tábori ruházat megfelelő lesz egy elkövetkezendő háború esetére. És gyakorlatilag megkezdték 1908-tól az egész haderő átruházását erre az újfajta tábori ruházatra. Mondjuk a huszárokat, mint jellegzetes a magyar csapatnemet nézzük, még a fekete-sárga zsinorozású mentéjüket viselték, Attilájukat viselték, és hozzá ezt a nevezetes piros nadrágot. Tehát így nézett ki egy első világháborús huszár, amikor elindult a frontra. Ugye a szürkésítéshez, hogy így mondjam, vagy a rejtéshez mindössze annyit tudtak hozzátenni, hogy egy csukaszürke csákóhúzatot kapott, tehát gyakorlatilag a rendes színes csákójára kapott egy ilyen védőhúzatot. De nyilvánvaló, hogy ekkor már ez a ruházat, ez teljesen elavultnak számított. Azért az, hogy annyira nem voltunk akkor is, vagy lemaradva a korabeli Európától, gyakorlatilag egy francia gyalogos is még ugyanígy nézett ki, sötétkék köpenyben és piros nadrágban mentek ők is a háborúban. És igazából az 1915-ös év volt az, amikor a legtöbb hadsereg átállt a teljesen rejtőszínű egyenruhákra, és ugye viharos gyorsasággal tűntek el ezek a fajta színes ruházatok. Követelményé vált ugye a fronton, hogy a legénység és a tisztek közötti különbség ne legyen olyan kirívó, hiszen óriási veszteségek érték a hivatásos tiszti kart a háború első évében, mert a szolgálati öveikről és egyéb megkülönböztető jelzéseikről annyira kiríttak a legénységi állományból, hogy elsősorban ugye mindig őket lőtték le.
itt már ennél a szürke ruházatnál látjuk, hogy tulajdonképpen, amit itt elől láthatunk, ez egy tábornoki zubbony. Gyakorlatilag csak a galérhajtóka az, ami megkülönbözteti szinte egy legénységi zubbonytól. 1915 volt az, ami a legtöbb hadviselő államnál olyan változásokat generált, hogy most már végképpen rátérjenek, vagy áttérjenek ezekre a rejtőszínű egyenruhákra. Az osztrák-magyar monarchia haderejében is rájöttek, hogy ez a csukaszürke ruházat nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Túlságosan világos volt ez a szín, egy csomó terep viszonyhoz nem alkalmazkodott. Ugye egyre több fronton kellett a monarchia csapatainak is harcolni, szükség volt valamilyen új megoldásra. Ugye háborús időkben fejlesztésekkel foglalkozni az mindig nehéz és kérdéses dolog, tehát egyszerűbb egy követendő mintát átvenni. Mi is a szövetségeseink felé fordultunk, és gyakorlatilag a németeknél már rendszeresített tábori szürkének nevezett ruhaszint vettük át 1915-ben. Ha összehasonlítjuk az 1915-ben bevezetett tábori szürkét ezzel az 1908-as csuka szürkével, akkor jól láthatjuk, hogy ez egy tompább, sötétebb, zöldes szürkép szín. Úgy találták, hogy ez már jobban rejti a katonákat a harcmezőn. És úgy is gondolták, hogy ami már a német hadseregben egyszer bevált, azt miért ne vehetnénk át mi is. A lovasság számára már csak bizonyos tábori szürke ruhadarabokat rendszeresítettek, mint például ezt a bekecsnek nevezett téli kabátot gyakorlatilag, ami viszont rendkívül népszerű volt, és elterjedt más fegyvernemek tisztjeinek körében is. Szintén egy tábori szürke, egy tüzérhadnagyi zubbony. Ugye látható ezeken az egyenruhákon, hogy a korábbi meglehetősen feldíszített egyenruhákhoz képest milyen rendkívül egyszerűek. Rejtett gombolással készül, bevágott zsebekkel, a zsebfedőkön sincsenek gombok, tehát gyakorlatilag az egyenruha egyetlen dísze, a színes hajtóka és az azon viselt rendfokozati jelzés maradt, de azután a háborús anyaghiányra való tekintettel ez is egyre fogyott, és később már csak úgynevezett gallércsíkot viseltek, tehát ezeket az azonosító fegyvernemi vagy ezredszín szerinti megkülönböztető jelzéseket egészen redukálták. Még egy korabeli divatos darab, ez már inkább a háború végéről, ilyen, hát ma inkább ilyen kordszövésű anyagnak mondanánk. Ez sem volt rendszeresítve, de rendkívül népszerű volt. És ugye ahogy fogyott az anyag, a szabályok is, hát hogy mondjam, úgy lettek egyre lazábbak, tehát tulajdonképpen az előírásoktól való eltérések egyre nagyobbak lehettek, hiszen végül már csak szinte azt számított, hogy egyáltalán valamilyen fajta egyenruhát viseljenek a katonák. Egy géppuskás századosnak a zubbonya, ugye itt csapatjelvényt viseltek a galléron. A szürkeségről beszéltünk ugye idáig, a rejtőszínű egyenruháknak az elterjedéséről. Itt ugye még megemlíthető szintén, ami a háborús időknek egy ilyen visszatérő toposza tulajdonképpen a pótanyagoknak az egyre elterjedtebb használata. Ez a köpeny csalán szövetből, illetve hát csalánnal feldúsított szövetből készült, és gyakorlatilag hazafias kötelességét tették az állampolgároknak a csalángyűjtést. De más egyéb pótanyagokat is igyekeztek felhasználni, tehát például a korábban bőrből készült felszerelési cikkeket már végén impregnált papírszövetből készítették, vagy ugye elterjedt legenda a papírtalpú bakancs is, ami ugyan ilyen formájában, tehát tömegesen azért nem volt igaz, de kétségtelen, hogy voltak olyan hát a hadsereget megkárosítani kívánó vállalkozók, akik bizony papír, hát köztalppal próbáltak bakancsokat rásózni a hadseregre. Ugye egy haderő nem volt, ami viszonylag sokáig kihúzta magát értelemszerűen a szürke egyenruha alól, ez pedig a haditengerészet. De nekik hagyományosan sötétkék, illetve nyáron fehér egyenruhájuk volt, hiszen a
hajószolgálat az gyakorlatilag egy ilyen fajta, egy ilyen ruhát tett szükségessé. Itt láthatunk egy úgynevezett flottenrokkot, flottakabátot magyarul, ez volt a tiszteknek a mindennapi viselete, de volt egy kényelmesebb, a hajófedélzeten való szolgálathoz jobban alkalmazkodó, rövidebb úgynevezett bordjáke, fedélzeti kabátnak mondhatnánk mondjuk. Ugye a haditengerészeti egyenruházat azért az eléggé internacionalista, ha így nézem, mert mind a rendfokozatok, a sötétkék szín, az aranygombok, a világ legtöbb haditengerészet gyakorlatilag igen hasonlóan nézett ki. Azután viszont a partra szállított tengerészek nem kerülhették el a tábori szürke egyenruhát, őket gyakorlatilag gyalogsági egyenruhával látták el, csak a megkülönböztető jelzéseik maradtak haditengerészetiek. Oh, sorry.